lelem ittam. Leírtad a neved? Igen. Anikó a nevével díszítette azt a gyertyát, amelyet a Patrónus Egyesület kis műhelyében készítettek. A szervezet 1995-ben jött létre, azzal a céllal, hogy segítsék a megyében élő sajátos nevelési igényű fiatalokat. Később családi kezdeményezésre létrehozták a Szent József Védőotthont, ahol az iskolából kikerülő értelmileg akadályozott és autista fiatalok ellátását, speciális fejlesztését, rehabilitációs foglalkoztatását végzik. Gyertyákat szoktam csinálni, meg viaszokat szoktam csinálni. Ügyesen vágom a kockát. Kockát vágom. Nagyon jól érzem itt magamat. Csak hétvégén járok haza, pénteken járok haza. Egy garázsból alakították ki ezt a gyertyaöntő műhelyt. A fiatalok keze közül egyedi alkotások kerülnek ki, akár megrendelésre is. Éppen díszítem a gyertyákat, és nagyon szeretem csinálni. És szeretsz itt lenni? Szeretek dolgozni, igen. Az itt tevékenykedő fiatalok 20 éven felüliek, munkájukért fizetést is kapnak. Az otthon és a műhely fenntartása azonban sok költséggel jár. Elsősorban a normatívából, másodszorban a térítési díjból, és hát ezt tulajdonképpen ők a fizetést, annyit kapunk támogatást, amit ők fizetést megkapnak. Tehát nagyon nehéz az alapanyagot beszerezni, az árusítás is nem egy egyszerű dolog. Az Egyesület költségvetéséhez hozzájárulnak a személyi jövedelem adó 1%-os felajánlásai is. Ebből évente 400 ezer forint bevételük van. A NAV adatai szerint azonban kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Sajnos nagyon kevesen használják ki a személyvedelemadó 1+1%-ának felajánlási lehetőségét, hiszen a tavalyi évek tapasztalatai alapján 220 ezer bevallásbor arányaiban körülbelül 45%-uk, aki él ezzel a lehetőséggel. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből idén is mintegy 220 ezer személy jövedelemadó bevallást vár a NAV. Eddig 53 ezeren nyújtották be saját maguk a bevallásukat, 24 ezeren az egyszerűsített bevallást választották, 11 ezeren pedig a most bevezetett bevallási nyilatkozat lehetőségével éltek. Még a bevallások fele sem érkezett be, de már is láthatóak a minden évben előforduló típushibák. Ilyen például, hogy a papíron benyújtott bevallás főlapjáról hiányzik az aláírás, vagy nincs adó száma nyomtatványon.